Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen termékeket használtam el az elmúlt néhány hétben, illetve mi a véleményem róluk, és mivel tele vagyok itt körülöttem üres flakonokkal, így nem is húzom a szót, hanem vágjunk bele. Ez sajnos nem egy teljes kép arról, hogy miket használtam el az elmúlt hetekben, ugyanis vannak bizony olyan dolgok, amiket kidobok a kukába, mármint hogy elfelejtem, hogy gyűjtenem kell az üres flakont és véletlenül kidobom. Azért a többséget sikerült bedobnom abba a szatyorba, amiben szoktam gyűjteni a flakonokat. Kezdjük a testápoló termékekkel, mivel abból van a legtöbb, utána az arcápolással, és akkor a végére pedig, ami marad. Kismillió tusfürdőt használtam el az elmúlt hetekben. Itt van például 2 darab krém tusfürdő, az egyik az a Dove Purely Pampering pisztácia krémes, magnóliás krém tusfürdő. Ezt én nagyon-nagyon szeretem, mind az illatát, mind az állagát, mind a hidratáló hatását, meg úgy általában egyébként ezeket a Dove krém tusfürdőket nagyon-nagyon szeretem. A Nivának ezt a kakaóvajas tusfürdőjét, hát nem rossz. Ez egyébként egy pixibetben volt benne, amiről csináltam is egy videót. Nem annyira sűrű, mint például a Dove-nak a krém tusfürdője, és ennek ilyen kakaóvajas illata van, ami nem rossz, viszont azt vettem észre, hogy néhány zuhanyzás után valahogy volt számomra egy ilyen kellemetlen mellékillata, ami valahogy annyira nem jött be. Azért elhasználtam, de sokkal jobban szeretem a Dove-nak a krém tusfürdőit, úgyhogy inkább ezt vásárolnám újra, mint a Nivásat. Aztán még 2 krém tusfürdő, az egyik a Pupának a Miss Princess cukorkás tusfürdője, amit még valamikor novemberben vettem, ha jól emlékszem, ez egy ilyen limitált kollekció volt, és ennek tényleg ilyen eléggé édeskés, cukorkás illata van, de ez is egy nagyon sűrű krém tusfürdő, olyannyira, hogy alig tudtam kinyomni a flakonból a kis vékonyka lyukon keresztül, de ezt egyébként nagyon szerettem, és még a férjem is nagyon szerette az illatát, pedig ő nem igazán kedveli az ilyen cukorkás, édes illatokat, illetve a Baba kényeztető tusfürdő tej és gyümölcs illata, ennek egyszerűen isteni finom, friss illata van, kicsit ilyen gyümölcsös joghurt illata van, nagyon frissítő, de ugyanakkor nagyon krémes és gazdag habja van, nagyon jól táplál, úgyhogy én ezt nagyon szerettem. Arra kell egyébként rájönnöm, hogy szeretem a Baba tusfürdőket, most már azért elég sokfélét kipróbáltam, szinte mindegyiket szeretem. Egyébként nálunk a férjem az, aki nagy Baba tusfürdő rajongó, mert ő szinte mindig azt használ. A hajam kicsit ilyen kócos-szerű, de most direkt ilyen kis bohémul állítottam be, ugyanakkor megdöglök, annyira melegen van, szóval lehet, hogy nem volt jó ötlet, hogy kiengedve hagytam. Na mindegy, menjünk tovább. Van itt egy The Body Shop Indian Night Jasmine tusfürdő. Igazából nem volt rossz, de olyan semmi extra, az illata az nagyon kellemes. Egy ilyen átlátszó tusfürdő, hogy elhasználtam, jó volt, nem szárította a bőröm, de olyan nagyon különleges dolgot nem tudok róla elmondani. Van itt még egy Beautycology Plum Pudding tusfürdő, ezt Bécsben vettem. Kézmosóként használtuk el, és ilyen nagyon vicces, kékes lila színe volt, és engem valahogy nem igazán emlékeztetett az illata Szilvára, úgyhogy ezzel nem hagyott különösebb nyomokat bennem. Viszont ezt a Kneipp habtusfürdőt, ezt egyszerűen imádtam. Ez egy ilyen narancsvirágos, jojoba olajas habtusfürdő, aminek ilyen fújós teteje van, és amikor kinyomjátok, konkrétan habot nyomtok ki a kezetekbe, de egy ilyen nagyon sűrű, nagyon gazdag hab, nagyon jól táplálta a bőrt, ápolt, egyáltalán nem szárított, és nagyon-nagyon finom ilyen narancsos illata volt. Egyébként tesztelésre kaptam még régebben, de biztos, hogy fogok venni belőle, mert annyira kellemes élmény volt vele a zuhanyzás, hogy tényleg nagyon. Nézzük akkor a dezodorokat. Először is van itt egy Balea Fresh spray. Ez nem tartalmaz alumínium sókat. Ennek nagyon kellemes, frissítő illata volt. Az izzadásgátló hatása az igazából abszolút átlagos, tehát egyáltalán nem kiemelkedő. Amit én nem annyira szerettem benne, az az, hogy ilyen nedves érzést hagy maga után a hónaljon egy jó néhány percig. Nem rossz egyébként, meg tényleg így az illata az nagyon frissítő volt. Valahogy egyébként mindig elcsábulok ezekre a Balea ilyen deosprékre, aztán általában nem vagyok annyira odaértük, na mindegy. Van még itt egy Nivea Protect & Care
48 órás dezodor, ez is a Pixibag-ben volt benne. Ez egy eléggé jó dezodor egyébként, ilyen púderes illata van, hatékonyan véd az izzadás ellen. Ezt igazából szerettem és most is használok belőle, mert hogy egy ilyen Nivea sajtócsomagban is volt egy ilyen dezodor, úgyhogy végül is ez egy jó kis deó. Ahogyan ez a Dove Invisible Dry Stift is, ez ugye ilyen színes ruhákon tesztelt dezodor, tehát nem hagy nyomot maga után, és ez egyébként valóban így van. Térjünk akkor rá az arcápoló termékekre. Megint elhasználtam egy Garnier micellás vizet, illetve egy Essential Sensitive nyugtató tonikot vitaminnal. Mindkettőt nagyon szeretem, továbbra is használni fogom őket, úgyhogy ezekről nem is nagyon akarok többet beszélni. Van itt egy Alverde vadrózsás, szárazbőre való éjszakai krém, amit én nagyon-nagyon szerettem a hidegebb hónapokban, ugyanis eléggé száraz volt a bőröm. Ez a krém, ez nagyon-nagyon jót tett a bőrömmel. Amikor ugye bekentem este, akkor reggelre tényleg a bőröm hidratált volt, és nem voltak rajta száraz részek. Enyhén rózsás illata van, úgyhogy aki szereti a rózsát és száraz a bőr, annak érdemes ezt kipróbálni. Több idő kell, hogy beszívja a bőr, mert nagyon gazdag és nagyon sűrű krém. Most már sok is lenne egyébként a bőrömnek, tehát ezt valóban télen éjszakára tudtam csak használni, de nagyon szerettem. Ahogyan a Body Shopnak a kamillás arctisztító vaját is igazából csak télen tudom elképzelni, hogy használjam, mert ez is inkább száraz bőrre való, illetve hát azt írják, hogy minden bőrtípusra, de szerintem ez azért egy kombinált zsíros bőrre sok lenne, hatékonyan távolítja el a sminket, viszont nincs utána húzódó érzés, tényleg egy nagyon jó kis arctisztító vaj. És van itt még egy The Body Shop termék, ez az E-vitaminos szemkrém. Nekem igazából ez egy ilyen átlagos szemkrém, nem éreztem azt, hogy olyan különösebben sokat javítana így a szem körüli részen. Nagyon jól hidratált és frissítette a szemkörnyékét, de ezt nem hiszem, hogy újra fogom venni, mert annyira nem volt extra. És még egy micellás víz, ez a Paese-nek az argános micellás ilyen sminklemosója. Nagyon-nagyon enyhe olajos érzést hagy maga után a bőrömön, egyébként nem zavaró. Hatékonyan távolítottál a sminket, úgyhogy végül is nem volt vele gondom, de nekem még mindig a Garnier micellás víze number van, szóval És akkor nézzük, hogy mi maradt még. Van itt egy Ossi ilyen 3 perces hajpakolás, ez károsodott hajra való, és segít visszaállítani a hajnak a fényét, illetve a kezelhetőségét. Én nagyon szeretem egyébként az Ossi termékeket, különösen ezeket a 3 perces pakolásokat. Nagyon finom ilyen gyümölcsös illatuk van, és tényleg sokat segít abban, hogy a haj sokkal fényesebb, illetve szebb legyen. Nekem nagyon beváltak egyébként ezek az Ossi 3 perces pakolások. Van itt még egy Nivea Cream Care krémszappan. Jól tisztít, jól habzik, kellemes az illata, nem szárítja a bőrt, úgyhogy ez egy szuper kis kézmosószappan. Elhasználtam még egy flakonnal az Aveo mandulás körömlak lemosójából is, amit még a Müllerben vettem valamikor. Ez egy elég jó kis körömlak lemosó, igazából semmi gondom nem volt vele, tette a dolgát, de mivel nagyon ritkán járok Müllerbe, így valószínűleg nem fogom újra vásárolni. Van itt még egy Essence Pure Skin pattanástalanító zselé is, amit szerintem már többször több helyen említettem, hogy én mindig ezt szoktam használni, amikor előjön egy pattanás a bőrömön, éjszakára felteszem, és általában reggelre lejjebb lappad a duzzanat, illetve a pirosság, viszont sajnos nem találtam legutóbb a DM-ben, helyett a Rossmannban, amikor szerettem volna vásárolni, úgyhogy egy ilyen másik Essence pattanás ecsetelőt választottam, de nagyon sajnáltam, hogy ez nincsen, mert én ezt tényleg nagyon szeretem és nagyon bevált nekem. Természetesen észrevétlenül leállt a kamera, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó helyről fogom folytatni. Van itt két parfüm is, amit elhasználtam. Az egyik a Paco Rabanne Olympia parfüm, amiről már több helyen is beszéltem nektek. Az őszi-téli időszakban ez volt az egyik kedvenc parfümöm, mert annak ellenére, hogy egy ilyen édeskés, virágos illat, mégis egy picit púderes, és van mélysége és erőssége, amitől szerintem egy tökéletes őszi-téli illat. Egyszerűen imádtam ezt hordani, nagyon intenzív, nagyon sokáig lehet érezni az illatát. Most egyébként az Olympia Aquát használom, ami nagyon hasonlít ehhez, viszont mégis egy kicsit könnyedebb és gyümölcsösebb illat, tehát erre a tavaszi időszakra egyszerűen tökéletes. A másik pedig, amit hát még nem használtam el teljesen, természetesen ami még benne van, azt elfogom, de gondoltam, akkor már beszélek róla itt. Ez a Prada Candy Floral Kiss. Erről írtam már a blogon egy ilyen parfümajánlós bejegyzésben, be fogom majd tenni a linket az infoboxban. Ez a sima
candyhez képest egy kevésbé cukros illat, amit én egyáltalán nem bánok, mert nekem az néha már egy kicsit túl sok és túl gej. Ez inkább egy ilyen virágos, gyümölcsös, de mégis édes kis illat. Szerintem ez is egy nagyon jó tavaszi-nyári illat, aki szereti ezeket az édes, gyümölcsös illatokat, annak érdemes ezt is megszagolni. És a végére maradt még két sminktermék. Az egyiket igazából nem használtam még el teljesen, de már nagyon fura szaga van, úgyhogy kénytelen vagyok kidobni. Ez a Mimimi Flawless Concealer a 06-os Honey árnyalatban. Ez egy nagyon jó kis krémes korrektor, amit én egyrészt a szem alatti részen is használtam, illetve bőrhibákra is. Könnyed, de mégis jó a fedése. Igazából nem nagyon tudok róla rosszat mondani, ezt a Make Up Plaza weboldalán tudjátok beszerezni, hogyha érdekel titeket. És a végén egy olyan terméket hagytam, amit egyszerűen imádtam, ez a Bobbi Brown Smoky Eye Szempilla Spirál. Ez egy ilyen mini verzió, ami egy ilyen szedben volt benne, erről írtam nektek a blogon, és ez a szempilla spirál egyszerűen isteni. A keféje egyébként ilyen teljesen átlagosnak mondható, egy ilyen hosszúkás, hagyományos keféje van, de egyszerűen annyira gyönyörű szempillákat csinál, mert hogy szétválasztja őket, dúsít, ível, több rétegben sem ragasztja össze a pillákat. Én nem is gondoltam egyébként, hogy ez ennyire jó lesz, mert amikor megláttam a keféjét, így azt mondtam, hogy hát ez tök átlagos. De lehet, hogy pont ebben rejlik a titka, mert egyszerűen tényleg gyönyörű szempillákat csinál, és imádtam, és komolyan elgondolkodtam rajta, hogy megveszem a rendes méretű verziót is, de ha jól emlékszem, ilyen 8-9 ezer forint, és szempilla spirálért egyszerűen nincs szívem kiadni ennyit. Tényleg nagyon jó ez a szempilla spirál, úgyhogy ha tudjátok, akkor próbáljátok ki. És ezzel el is fogytak az üres flakonok, amiket most már végre kidobhatok, mert hogy hát a férjem kicsit így nehezményezi, hogy a fürdőszobában mindig egy ilyen óriási szatyorban gyűlnek az üres flakonok, de hát mindent értetek. Szeretném ugye megosztani az elhasznált termékekkel kapcsolatban is a véleményemet, úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el nyomni egy tetsziket, illetve írjátok meg kommentben, hogyha esetleg ti is próbáltatok valamit ezek közül. És ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!